képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt államtitkár úr. Az év első 10 hónapjában mintegy 276 ezer illegális határátlépést jelentettek az Európai Unió külső határain. Nő a migrációs nyomás Európa déli határainál, Magyarországra pedig az idén már 230 ezeren próbáltak bejutni, míg tavaly egész évben 120 ezeren. A migránsok megjelenése veszélyt jelent Európa közbiztonságára, közegészségügyi helyzetére. A határvédelem európai érdek. Aki az európai határt védi, az európai embereket védelmezi. Ha nem sikerül megvédeni az Európai Unió külső határait, akkor újra lesznek belső határok, annak pedig kedvezőtlen gazdasági következményei lesznek. A legnagyobb migrációs nyomás továbbra is a nyugat-balkáni térségre nehezedik. Az idei évben mért sikeres belépés a tavalyi év azonos időszakához képest jelentős emelkedést mutat. A magyar rendőrség számai, amelyek ráadásul jóval meghaladják a Frontexét, hiszen a kísérleteket is számon tartják, szintén a helyzet súlyosbodását jelzik. Magyarország Ausztriával és Szerbiával közösen próbálja meg felvenni a harcot a migráns áradattal. Cél a védelmi vonal kitolása, ami a gyakorlatban a szerb észak-macedón határ fokozottabb őrzését jelenti. Az Európai Unió vezetői sem tétlenkednek. Az uniós döntéshozók Szerbiát bírnák rá az Európai Unióval összhangban lévő vízumpolitikára, amely csak azon kibocsátó országok polgárait tarthatja vissza a repülőúttól, amelyeknek vízummentességi megállapodása van déli szomszédunkkal. Szinte kizárt, hogy az összeurópai megoldást kereső decemberi belügyminiszteri tárgyalóasztalnál megnyugtató megoldás szülessen. Várható inkább, hogy az Európai Unió tagállamainak nagyobb része ismét a kvóta felé fog fordulni, ami rossz hír azon országok számára, amelyek vonakodnának bármilyen szétosztási mechanizmust elfogadni. Messze nincs egység tehát az EU-ban. Fokozódik a migrációs nyomás a déli határon, és már az iszlám állam is igyekszik kihasználni a helyzetet. A hatékony határvédelem miatt feltorlódnak a magyar határon a migránsok, ezért élhetetlenné válnak a határmenti települések. Eközben embercsempész bandák harcoznak a területekért. A megoldás továbbra is azt jelentené, ha az Európai Unió szakítana a bevándorlást szükségesnek tartó elhibázott migrációs politikájával. Eközben Magyarország fokozza a határvédelem hatékonyságát, zajlik a határkerítés erősítése, illetve a téren már több mint 1000 határvadász áll szolgálatba. A magyar határvédelem költségei meghaladják a 600 milliárd forintot. Az Európai Unió pedig annak ellenére sem nyújtott ehhez megfelelő pénzügyi segítséget, hogy Magyarország egyben az Európai Unió külső határait is védi. Akciófilmekbe illő hajsza zajlott a múlt héten Budapest határában, rendőrökre lőttek menekülő embercsempészek. Az elkövetőket elfogták, sérülés szerencsére nem történt. Szintén a múlt héten történt, hogy egy szerb embercsempész autójában magukat afgán állampolgárnak valló 13 illegális migránssal két gépjárművel ütközött egy vasúti átjáróban Hegyeshalomnál. Mielőtt a rendőrök megállították az autót egy vasúti átjárónál, megelőzte a vasúti tilos jelzés miatt feltorlódott gépkocsisort. Mint látjuk, egyre többször fordul elő, hogy nem engedelmeskednek a rendőröknek az embercsempészek, menekülni kezdenek, és közben súlyos, nem egyszer halálos balesetet okoznak. Kérdezem ezért tisztelt államtitkár urat, mikor kíván változtatni végre az Európai Unió migrációs politikáján? Köszönöm szépen, és elnézést az idő túllépésére. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, az interpellációra Ritvári Bence miniszterhelyettes úr válaszol, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt láthatjuk, hogy nem csak, hogy nem akar Brüsszel változtatni a migrációpárti álláspontján, hanem időre meg is erősíti a magyar baloldali pártokat is magában foglaló európai baloldali frakció, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége levelet küldött az Európai Bizottság elnökének és alelnökének is, amelyben azt mondták, hogy a migráció kapcsán humanitárius vízumok kiállítását fel kell gyorsítani, a humanitárius folyósok felállítását szintén fel kell gyorsítani, és előnyben kell részesíteni a családegyesítéseket. Tudja, amikor pár héttel ezelőtt Luxemburgba jártam, ott mondták el a belügyminiszterek, hogyan élnek vissza ezekkel a lehetőségekkel most is egyes országokban, hiszen aki humanitárius vízumot kap, azt veszik észre, hogy visszamegy a saját országába, majd visszajön Európába, már pedig ha humanitárius vízuma van, akkor nem tudna visszatérni, hiszen akkor üldöznék a saját országában. Másrésztről pedig elmondták, hogy azt az embertelen módot is választják az illegális migráció szervezői, hogy sokszor egy kísérőnélkül kiskorút
juttatnak el Európába, országenként több ezres nagyságrendben, számosságban, aki persze lehet, hogy 17 és fél évesen kiskorú, és amint ő megkap egy gyorsított eljárásban egy tartózkodási jogcímet, abban a pillanatban az összes rokona bejelentkezik, és az egyből hirtelen 5-6-7 ember lesz. Tehát folyamatosan láthatjuk, hogy Brüsszel mindig újabb és újabb javaslatokkal áll elő, amelynek a lényege az illegális migráció tervszerűvé tétele, intézményesítése és az illegális migránsok Európán belüli szétosztása. Mindegyiknek ez a vége, mindegyik javaslatnak ez a vége, és erről láthatólag nem akarnak letenni, márpedig látható, hogy ez nem a biztonságos jövője Európának, az illegális migrációnak a felgyorsítása. A nyomás óriási, ezt ön is mondta, elmondhatjuk, hogy most már több mint 240 ezer kísérlet volt idén a magyar déli határon, hogy átjussanak illegális migránsok. Ez azt jelenti, hogy napokon belül kétszer annyi kísérlet lesz idén, mint tavaly egész évben volt, pedig még nem is vagyunk messze az év végén. 2500 embercsempész ül jelenleg is a magyar börtönökben, akiket elkapnak, akik egyre agresszívebbek. Ön is mondta, utalt rá, az M5-ös autópályán rendőrökre lőttek, a déli határon ez már október végén is előfordult, ami rendőrök irányába lőttek, amikor megközelítették őket a rendőrök, akkor könnygázzal fújták le őket, tehát nem menekültek, hanem visszatámadtak a rendőrökre. Jól látjuk, hogy abban az esetben, ha nem követi az Európai Unió azt, amit Magyarország követ útként, tehát ha nem zárja le a külső határait, abban az esetben a belső határok fognak újra felépülni. Mert látjuk, hogy országról országra, idéglenesen, átmenetileg, de egyre hosszabb időre, hogyan léptetnek életbe újabb és újabb belső határellenőrzéseket. Márpedig azért jött létre az Unió, hogy ne legyenek belső határok. De hogyha migrációt nem állítjuk meg a külső határnál, akkor szét fogja verni az Uniónak ezt a belső szervezetrendszerét. Azért állítják fel újra a belső határokat, mert nem tudják már kezelni, Ausztriában sem, máshol sem tudják már kezelni azt az óriási számú illegális migránst, aki odaérkezett. Ezért belső határellenőrzéssel próbálkoznak, hogy talán úgy akkor tudják csökkenteni a nyomást. Tehát ezért létfontosság az Unió alapvető értékének fenntartása szempontjából, a belső szabad mozgás szempontjából is. És egy másik megközelítést hadd mondjak még önnek. Amikor az olasz választások előtt álltunk, akkor azt mondta az Európai Bizottság elnöke, hogy ha rossz irányba mennek a dolgok, meg lesznek az eszközeik arra, hogy mint Magyarország és Lengyelország esetében, majd megfordítják az olasz politikát is. Láttuk, megalakult az új jobboldali kormány, és nem engedi be Csőstől az illegális migránsokat szállító hajókat az olasz kikötőkbe, rögtön meg is támadták őket. Ha alapvetően demokratikusan gondolkodnának Brüsszelben, akkor azt mondanák, ha az olaszok egy bevándorlást ellenző álláspont mellett foglaltak helyet, akkor Brüsszel álláspontja és ebbe az irányba tolódik el. De nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy majd mi az olaszok nemzeti álláspontját akarjuk kikényszeríteni, hogy újra a baloldali migrációpárt irányba menjen. Nem az európai embereket akarják képviselni, nem arra reagálnak, hogyha az európai emberek más politikát várnak el, akkor ők módosítják a politikájukat, hanem rá akarják erőszakolni Brüsszelből a migrációt minden országra, teljes mértékben antidemokratikusan. Köszönöm szépen. Megköszönöm a miniszterhelyettes úr válaszát, megkérdezem, később elfogadja a miniszterhelyettesi választ. Köszönöm szépen. Azzal fogadom el a választ, hogy kérjük a kormányt, hogy tartson ki továbbra is emellett a következetes álláspont mellett, amit 2015 óta képviselünk, illetve hogy kövessenek el mindent annak érdekében, hogy azokat a költségeket, amelyek fölmerültek és már meghaladják a 600 milliárd forintot, akkor ezt valamilyen formában legalább részben az Európai Unióhoz fizesse meg Magyarország számára. Köszönöm szépen. Köszönöm.